Ha el kell ismételnem neked, itt fogunk megrohadni mindketten. Nem fogjuk kórházba vinni. De akkor meghal. Nagyon szomorú vagyok, de vannak emberek, akiknek nincs szerencséjük. A francba mit rácigálsz engem? Mi a fasz van veled? Majd én megmutatom, kit rúgdossál. Le akarsz lőni, te szemétlád? De na gyerünk, lőj le! A feléd fehér! Nem én idéztem elő ezt a szart, csak próbálom megoldani. És profihoz méltóan, de te úgy viselkedsz, mint egy amatőr! Ha őt elkapják, elkaphatnak téged is. Ha elkapnak, közelebb kerülhetnek hozzám, és azt nem akarom. És úgy teszel, mintha ez az én hibám lenne. Nem én mondtam el neki a nevem. Nem én mondtam el, hogy honnan jöttem. Az előbb nekem is majdnem megmondtad a neved. Te hoztad magad ebbe a szar helyzetbe, haver. Úgyhogy ha bűnbakot akarsz keresni, keresd a tükörben. Ne játszatok ilyen keményen. Még a végén megsérül valaki. Mr. Drop. Ötszer ugdosott. Pofa be, te eszelős! Miattad vagyunk most ekkora szarban? Te, ennek mi baja? Hogy mi a bajom? Elég nagy bajom van! Mégpedig kurva nagy bajom van! Az ilyen könnyűkezű őrültel, mint te! Majdnem lelőttél minket! De mi a fenéről beszélsz? Arról a lövöldözési jelenetről! A boltban, emlékszel? Barmok. Bekapcsolták a riasztót. Megérdemelték. Majdnem lelőttél minket! Jack Fay! Ha tudtam volna, hogy ilyen vagy, nem mentem volna bele, hogy velünk dolgozz! Ugatni fogsz egész nap, kiskutyus. Vagy harapni is. Mit mondtál? Bocs, de nem hallottam jól. Megismételnéd? Ugatni fogsz egész nap, kiskutyus, vagy harapni is? Jézusom, két ilyen seggfej, csillapodjatok már le, barmok! Mi ez itt, játszótér? Én vagyok az egyetlen profi! Úgy viselkedtek, mint két részeg nigger. Ti niggerekkel szoktatok dolgozni, vagy mi van? Azok mennek önre egymással minden baromság miatt. Te magad mondtad, hogy rúgjuk ki ezt a faszt! Tényleg ezt mondtad? Igen, ezt, oké. Igen, de az akkor volt. Most viszont ő az egyetlen, akibe teljesen megbízom. Túl sokat ölt ahhoz, hogy besugó legyen. Most mellé állsz? Nem, egy frászt mellé, egy kis toleranciát, ha kérhetnék. Valaki átvert minket, mint szart a palánkra, és szeretném megtudni végre, hogy ki volt az. Hú, a francba. Nézzétek, azt tudom, hogy én tiszta vagyok. Abban is biztos vagyok, hogy te is. És felőle sincs semmi kétségem. Próbáljuk meg kitalálni, hogy ki a spion, oké? Wow, ez izgalmas volt. Lefogadom, hogy te Limervin rajongó vagy, igaz? Én is bírom a fazont. Úgy ver a szívem, majdnem szívinfarktust kaptam itt. Ah, figyelj, ne haragudj, nekem kellett volna érted menni. De hülye vagyok, ezen a héten őrület volt. Nem vagyok magamnál, egész héten olyan a fejem, mint egy szétrugott segg. Fura, hogy ezt mondod. Apáddal ugyanis éppen erről beszélgettünk. Arról, hogy nem mentem érted. Nem, hogy olyan a fejed, mint egy szétrugott segg. Senki nem tud arról, mi történt Kékkel. Vagy életben van, vagy meghalt. Vagy elkapták a zsaruk, vagy nem. Nem hagyhatjuk itt őket vele. Miért nem? Mert ez egy pszichopata. Azt mondta Joe, nagyon dühös. Az semmi ahhoz képest, hogy én milyen dühös vagyok rá, amiért összehozott egy ilyen állattal. Látod, mi mindent eltűrök, Eddie? Bejöttem ide, mondtam nekik, hogy ne izguljanak. Mr. Fehér elővette a pisztolyát, rám szegezt, elmondott minden baromnak, őrültnek. Megfenyegetett, hogy kinyír. És bla 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 bla. Bla bla bla. Ő az oka, hogy lövöldözés kezdődött a boltban. Te meg mi az Istenért hallgatsz? Mondd el neki! Na! Odabent tényleg megőrült, de most már semmi baj vele. A következőt csinálta. Bum! 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 Igen. Bum, 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 bum. Mondtam, hogy ne nyúljanak a riasztóhoz, de hozzányúltak. Ha nem teszik, mint ahogy mondtam nekik, hogy ne tegyék, még ma is élnek. Éljen a mi kis hősük! Kösz! Ez a mentséged arra az őrült lövöldözésre, amit kezdtél? Nem bírom a riasztókat.
Tudod mit? Azt hiszem, tilosban parkolok. Na, hol tartottunk? Megmondtam már, nem tudok semmiféle beköpésről. Aha. Mindössze 8 hónapja vagyok a cégnél, nem mondanak nekem semmit. Senki nem mond semmit, halálra is kínozhat, ha akar. Kínozni? Nem is rossz. Nem is rossz ötlet, ez tetszik, igen, jó hangzik. Még a főnöke is azt mondta, hogy nem volt beköpés. Amim? A főnöke. Bocsáss meg, haver. Egy valamit azért tisztázzunk. Nekem nincs főnököm. Senki sem parancsol nekem. Megértetted? Hallottad, mit mondtam, te szemétlád? Oké, oké, nincsen főnöke. Oké. Fúj, zsarus lett a kezem. Figyelj, nem vacakolok itt veled tovább, oké? Szarok rá, hogy mit tudsz, vagy mit nem tudsz. Egy kicsit megkínozlak még. Kíméletlenül. Nem akarok megtudni semmit. Csak jól esik. Jól esik megkínozni egy zsarut. Mondhatsz bármit, amit akarsz. Én már eleget hallottam az előbb. Egyet tehetsz. Imádkozhatsz a gyors halálért. De hiába imádkozol. Úristen. Hallottad már King Billy-től a 70-es évek szuperslágereit? A kedvenc műsorom. Joe, igen, és Jerry Rafferty, a Steelersville Duo néven váltak ismerté, mikor kiadták ezt a Dylan-es poprák bumit 1974 áprilisában. Az 5. helyig jutottak vele. King Billy folytatja a 70-es évek szuperslágereit. Maradj már, te barom! Ne mozgasd a fejed! Neked is olyan jól esett, mint nekem. Na, mi a helyzet? Hallod? Ne menj sehová, mindjárt visszajönök. Yeah.
De ne hagyjam ma! Mi? Mi? Mi baj? Ne csinálja! Nem akarsz ne megint, Pirinyót? Kellemetlen ez kicsit. Olyan, hogy megérzel! Leégessem meg! Kérem, ne égessem meg! Kérem! Könyörgök! Nem tudok semmit az egészről! Nem tudok semmit magukról! Nem fogok mondani semmit! Kérem, könyörgök! Befejezted? Kérem, könyörgök, kisgyerekem van, fel kell lennem! Jó, persze, lennem, tudom. Végeztél? Kérem, ne gyújtsa meg! Egy kis tüzet, madárjesztő!